Vadászok egy csoportja puskákkal kúszik át a dzsungelen. A közelben oroszlánok tűnnek fel, hangos üvöltés hallatszik, és a férfiak azonnal a ragadozókra eresztik a golyóikat. Közelebb érnek, és rájönnek, hogy az egyik oroszlánnak sikerült elmenekülnie. Több vadász bekapcsolja a zseblámpát és elindul a vadállat keresésére, míg a többiek az elesett ragadozók mellett maradnak. Becsomagolják a zsákmányt a teherautóba és elhagyják a dzsungelt. Az egyik vadász hátra marad, hogy megvárja társait. Felméri a környéket és megtalálja a társát. Ez utóbbi azonban súlyosan megsebesült. Úgy tűnik, az oroszlán előbb találta meg. A második vadász pánikba esik és futásnak ered, de beleesik egy csapdába, amit az oroszlánnak állítottak. Azonban nem sokáig lóg ott. A következő jelenetben egy férfit látunk, aki Dél-Afrikába repül. A neve Nate. A lányaival, Merrel és Norával utazik. A gép a sivatagban száll le, és a lányok panaszkodnak, hogy milyen meleg van. Na most nem csoda, tekintve, hogy milyen ruhában vannak. A család megáll egy helyi kávézóban, majd nem sokkal később egy terepjáró érkezik. Martin az, a család közeli barátja. A férfiak izgatottan várják egymást. Miközben a sivatagban autóznak, Martin elmagyarázza, hogy ő őrzi az egyik helyi rezervátumot. Elviszi Nate-et és a lányait a házhoz, ahol lakni fognak, és megmutatja nekik a szobájukat. Mer és Nora nem igazán örülnek. Itt nincs internet és térerő. Kiderül, hogy sok évvel ezelőtt az édesanyjuk lakott ebben a házban. Sajnos nemrég elhunyt, és a családot mélyen érinti a veszteség. Este a férfiak vacsorát készítenek, majd iszogatnak, és személyes problémákról, nehéz kamaszokról beszélgetnek. Eljön a reggel. Martin szeretné körbevezetni vendégeit a rezervátumban. Beülnek a kocsiba, és vidám dalokat énekelve, a helyi növény és állatvilágot lelkesen tanulmányozva végighajtanak az afrikai szavannán. Vannak zsiráfok, elefántok, orszarvúak és struccok. A hegyek között egy elhagyatott iskola áll. Ott Martin bemutatja Nate-et és lányait Bungee nevű kollégájának. Nem messze tőlük egy oroszlán falka van, de Martin biztosítja vendégeit, hogy biztonságban vannak. Mert és Norát egy oroszlán üvöltése riasztja meg. Bungee megtöltötte a fegyverét. Ez egy nyugtató arra az esetre, ha le kell fékezniük egy vadragadozót. Martin egyenesen az oroszlánokhoz megy. Bungee és Mer követi őt. Ez az ember egyáltalán nem fél, sőt, még meg is ölelik egymást. Az oroszlánok játszanak Martinnal, mint a legtöbb közönséges macska. A férfi észreveszi, hogy az egyik nőstény oroszlán megsérült. Oda megy, hogy megvizsgálja a mancsát, de a többi ragadozó nem engedi a nőstényük közelébe. Bungee elmegy állatorvost keresni, míg Martin, Nate és a lányok a legközelebbi faluba mennek, hogy megkeressék az orvvadászokat. Elhaladnak egy autó mellett, amelynek a hátsó ülésén madarak ülnek és hullákat zabálnak. A faluban Martin és vendégei azonnal megpróbálják megkeresni a helyi lakosokat, de nem látnak élő embert. Ez nagyon furcsa, tekintve, hogy a tábortűz még mindig füstölög. Mer és Nora felfedezik a környéket. Hirtelen ilyet kiáltást hallanak Martin felől. Az egyik kunyhóban számos holttestet talál, amelyeket legyek vesznek körül. A sebekből ítélve egy hatalmas oroszlán támadta meg őket. Martin szerint a hiénáknak már régen itt kellett volna gyülekezniük. Az, hogy nincsenek jelen, azt jelenti, hogy a veszélyes ragadozó még mindig a közelben van. Puskát ragad, de Nate észreveszi, hogy a kisebbik lánya Nora eltűnt. Nate pánikba esik és mindenhol keresi a lányt. Végül megtalálja a lányt. Rémülten sikoltozik, miközben a közelben egy fiatal nő holtteste és egy tehén tetemét találja. A sebekből ítélve ezt is egy oroszlán tette. Martin, Nate és a lányok sietve elhagyják a falut és megpróbálnak kapcsolatba lépni Bungee-val. Útközben észrevesznek egy helyi lakost az úton. A férfi megsérült és segítségért könyörög. Valahol a közelben oroszlán üvöltés hallatszik, Martin pedig puskával felfegyverkezve elindul a hang irányába. Nate megkéri lányait, hogy maradjanak a kocsiban és megpróbál segíteni a sebesült férfin. De sérülései túl súlyosak. Eközben Martin a dzsungelben kúszik. Egy kis tónál találja magát, ahol krokodilok vannak. Egy hatalmas ragadozó friss lábnyomait látja a földön. Újabb oroszlán üvöltés hallatszik, majd egy puskalövés. Nate elmegy, hogy megnézze barátját. Mer is kiszáll a kocsiból. Úgy tűnik, nem tanult meghallgatni az apjára. Nate oroszlán üvöltést hall, és rájön, hogy Martin elvesztette ezt a harcot. Vad kiáltásokkal rohan az autó felé, egy hatalmas oroszlán üldözi. Szerencsére mindkét lánya is itt van. Az oroszlán felmászik a kocsira és betöri az egyik ablaküveget. Nate a lábával hárítja a ragadozót, míg Mer a gázt nyomja, hogy minél gyorsabban elmeneküljenek a dühöngő fenevad elől. A lány azonban nehezen tudja irányítani az autót, az pedig letér az útról és egy fának ütközik. Szerencsére sem Nate, sem a lányai nem sérültek meg. Az oroszlán azonban még mindig a közelben van valahol, így nem lankadhat a figyelmük. Az autó nem indul, a lányok pedig pánikba esnek. A rezervátumnak ez a része a turisták számára tiltott terület, és még mindig nincs térerő. Hirtelen a rádió elkezd működni.
Martin az. Még életben van. Martin tájékoztatja Nate-et, hogy az oroszlán megsebesítette. Nem tud mozogni és sok vért vesztett. Martin azt tanácsolja barátjának, hogy maradjon a kocsiban és várjon segítségre. Nate, aki korábban orvos volt, elmagyarázza Martinnak, hogyan kell megfelelően bekötözni és kiégetni a sebet, hogy elálljon a vérzés. Martin hangosan kiabál, és Nate rájön, hogy a barátja közelben van. Segíteni akar neki, de Martin bevallja, hogy egy oroszlán ül közvetlenül mellette, és egyenesen őt bámulja. A ragadozó egyre közelebb és közelebb kerül, de nem támad. Úgy tűnik, mintha Charlie-nak használná Martint. A kocsiban Nate talál egy puskát, amiben nyugtató van. Látja, hogy az oroszlán megharapta a lábát, de szerencsére a sérülés nem túl súlyos. Nate felmászik a kocsi tetejére és megpróbálja kiszúrni a veszélyes ragadozót a sűrűjében. Van nála néhány nyugtatóval ellátott nyilvessző, de ha elhibázza a lövést, valószínűleg a felbőszült vadállat fogai között végzi. Mer pánikszerűen kiugrik a kocsiból és Martin keresésére indul. Ezzel egy időben az egyik sziklán megjelenik egy oroszlán. Nate lő, de nem talál. Nora átnyújt egy másik nyilat az apjának, de a ragadozó ráugrik és a földre dönti. Nate az autó alá bújik, de az oroszlán nem adja fel ilyen könnyen és megpróbálja elérni zsákmányát. Nate ismét a lábával küzd a fenevad ellen és felkapja a puskát, remélve, hogy végre eltalálja a ragadozót. Az oroszlán túl közel van, ezért Nate a puskát botként használja, hogy kivédje az állat fogait és karmait. Megragadva az alkalmat, Nora talál egy újabb nyilat a kocsiban és beledöfi az oroszlánba. Milyen bátor lány! A nyugtató gyorsan hat és az oroszlán hátrál az autótól. Nate a rádión keresztül beszél idősebb lányával. Kiderül, hogy Mer megtalálta a sérült Martint és már segít neki az autóhoz jutni. Ott Nate azonnal orvosi segítséget nyújt barátjának és összevarja a seb helyét. Szerencsére a kocsiban van egy első segélydoboz. Martin a fájdalomtól elveszíti az eszméletét. De egyelőre még nincs megváltás. A nyugtató pár órára kiüti az oroszlánt. Ez azt jelenti, hogy nincs sok idejük elmenekülni innen. Hirtelen hőseink ismét észreveszik az oroszlánt az egyik sziklán. Az állat nem aludt el, csak bolyong a kocsi körül és hangosan üvölt. Eljön az este. Mer megpróbál kommunikálni valakivel a rádión keresztül, de nem érkezik válasz. A motor elromlott, így nem tudják beindítani az autót. Nate megkéri a lányait, hogy tegyék félre az ivóvizet. Nem tudják, meddig kell itt várakozniuk. Az éjszaka közepén Martin magához tér. Iszik néhány korty vizet és bevallja, hogy még sosem látott ilyen dühös oroszlánt. Úgy tűnik, az oroszlán bosszút akar állni az embereken az orvvadászokért, akik kiirtották az egész falkáját. Nate felébred rémálmából és észreveszi, hogy a lányai nincsenek a kocsiban. Felkapcsolja a fényszórókat és meglátja a lányokat az úton. Ebben a pillanatban egy hatalmas oroszlán támad rájuk. De nem, ez csak egy újabb rémálom. A valóságban Mer és Nora a kocsiban alszanak. Hirtelen a rádió a kocsiban elkezd működni. Egy másik autó jelenik meg hőseink közelében. Puskás férfiak ülnek benne. Úgy tűnik, hogy orvvadászok. Nate odalép hozzájuk és segítséget kér. A vadászok azonban nagyon agresszívak. Jobban érdekli őket az oroszlán, mint néhány amerikai. Nate megígéri, hogy $5000 fizet, ha elviszi őket a faluba. Az egyik orvvadász kinyitja az autó ajtaját és a sérült Martint találja benne. A vadászok azonnal Nate-re szegezik a fegyvereiket. A helyzet az, hogy Martin közismerten harcol az orvvadászok ellen. Nate a földre kerül, a lányait pedig kirángatják a kocsiból. Ebben a pillanatban oroszlán üvöltés hallatszik, és a ragadozó megtámadja az egyik vadászt. A férfiak azonnal lövöldözni kezdenek. Nate rájön, hogy ebben a káoszban egyetlen esélye van a menekülésre. El kell lopnia az orvvadászok autóját, és minél gyorsabban el kell tűnnie. Az idegenek autójához azonban nincs kulcs, így ez a terv nem fog működni. Nate-nek eszébe jut, hogy a sofőr sárga pólót viselt, és elindul, hogy megkeresse őt és elvegye a kocsi kulcsot. Hoz egy rádiót és egy puskát az egyik vadásztól, aki nem élte túl az oroszlánnal való találkozást. Útközben Nate talál még néhány holttestet. Úgy tűnik, az összes vadász prédává változott a vad ragadozó számára. Hősünk a földön találja a sérült sofőrt és a kulcsokért tapogatózik. A közelben oroszlán üvöltés hallatszik. Nate egy fa mögé bújik a ragadozó elől. A rádió működésbe lép, és a férfi rálép, hogy elhallgattassa a hangot. Az oroszlán egyre közelebb és közelebb jön, és megtalálja a rádiót. Ekkor Nate egy fán bújik el. Egy nagy kígyót dob az oroszlánra, mire a ragadozó elszalad a tó felé. Ebben a pillanatban egy másik sérült orvvadász jelenik meg hőseink autója mellett, és összeesik. Nate megpróbál átkelni a tavon, miközben a tomboló oroszlán a partról figyeli őt. Készen áll, hogy a zsákmánya után a vízbe ugorjon, de Nate-nek sikerül elbújnia. Mer és Nora dudál, a hangos hanggal elterelve az oroszlán figyelmét. Nate kiszáll a vízből, megtalálja a rádióját, visszatér a sérült sofőrhöz és végül elveszi tőle a kocsikulcsot. A férfi elveszi az orvadász fegyverét is.
Közben Martin és a lányok észreveszik, hogy az oroszlán ismét közeledik feléjük. Üvölt és megpróbálja betörni az autó ablakát. Martin mindenkit arra kér, hogy maradjanak nyugton és ne nézzenek a ragadozó szemébe. De mint emlékszünk, az egyik ablak már betört. Az oroszlán bedugja a fejét az autóba, mert pedig a lábával hárítja a fenevadat. A gond csak az, hogy az autó egy szikla szélén áll. Martin megpróbálja visszatartani a ragadozót, míg a lányok a hátsó ajtón keresztül menekülnek ki a kocsiból. Az autó Martinnal és az oroszlánnal együtt a szakadékba zuhan. A fenevad megsebesül és lassan elindul a tó felé, de aztán visszatér Martinhoz. Látjuk, hogy a férfi is túlélte a zuhanást. Bocsánatot kér az oroszlántól és robbanást okoz. Az autó lángba borul. Úgy tűnik, hogy sem Martinnak, sem az oroszlánnak nincs esélye a túlélésre. Ebben a pillanatban Nate visszatér és az orvadászok autójában találja a lányait. Mer megsérült. Az oroszlán megütötte a mancsával. Nate megvizsgálja a lány sérülését és Martin keresésére indul. Meglátja az égő autót és rájön, hogy barátja már nem él. Nate elhagyja a dzsungelt a lányaival az orvadászok autójában. Gyorsan száguld, de a gond csak az, hogy nem tudja az utat hazafelé. És már nem sok benzinjük maradt. Szerencsére sikerül elérniük egy régi, félig romos iskolát és a Martin által védett oroszlánfalkát. Nate puskát ad Norának és kisegíti a sérült Mert a kocsiból. Belépnek az iskolába és rájönnek, hogy az az orvadászok búvóhelyévé vált. A falakat és a mennyezetet különböző állatok tetemei díszítik. Nate mindenhol első segélydobozt keres. Gézre vagy kötszerre van szüksége, hogy befedje a lánya sebét. Talál egy darab kötszert és egy üveg alkoholt, majd fertőtleníti Mer sebét és bekötözi. Nate fog egy puskát és ivóvíz után néz. Ebben a pillanatban egy hatalmas oroszlán lép be az épületbe. Mer és Nora rémülten nézik a fenevadat és megpróbálnak a polcok mögé bújni. Nate megtalálja a rádiót és meghallja a lánya sikolyát. Visszarohan és több golyót lő a fenevadra. De hamarosan kifogy a tölténye. Hőseink átmennek egy másik épületbe és bezárják a rácsot. Nate elmagyarázza a lányainak, hogy az oroszlán nem nyugszik meg, ami azt jelenti, hogy szembe kell szállnia vele. Igen, elfogytak a töltények, de van nála egy kis kés. Nate először ingerli az oroszlánt, majd elfut tőle. A vadállat utoléri Nate-et és nekiront. Hősünk késsel, ököllel és lábbal vág vissza, de a hatalmas ragadozó sokkal erősebb. A többi oroszlán érdeklődve figyeli a harcot. Amikor Nate éppen a végzetét várná, hirtelen úgy döntenek, hogy megvédik a férfit és megtámadják a hatalmas oroszlánt. A sebesült Nate visszavonul. Motorzajt hall és valakinek a kiáltását. Úgy tűnik, emberek érkeztek ide. Nate elgyengülve elájul. A következő jelenetben Nate-et a kórházban látjuk. Mindkét lánya biztonságban van. Kiderül, hogy Bungie és néhány másik férfi mentette meg őket. Mer rájön, hogy az apja szándékosan vezette az oroszlánt egy másik falkához. A dzsungel törvénye szerint az oroszlánok mindig megtámadják a kívülállókat. Szerencsére terve bevált. Eltelik egy kis idő, és a család visszatér a dzsungelbe, hogy emlékezetes fotót készítsenek. Na, kinek van kedve egy afrikai kiránduláshoz? A Movie Macska csatornát néztétek, és mindent, amit teszünk, értetek tesszük.